Csak nem 200 millió forintból felújítják a jégcsarnokot, lecserélik az elavult világítást, a hő- és füstelvezetést, felújítják az öltözőket és a hozzájuk tartozó vízes blokkokat is. A TAU pályázat teljes önrészét, ami 42 millió forint, a Miskolci önkormányzat biztosítja. A munkákkal július 29-ig végezniük kell, így a jégcsarnok a húsvéti ünnepek előtt bezár. Az utolsó pillanatokat is kihasználják, mielőtt bezárják a jégcsarnok centerpályáját a húsvéti ünnepek előtt. Komoly összegeket nyertek el a tavaly beadott pályázatukon, így a szünetben kicserélik a világítást LED-re, mint a kettes pályán is. Nem csak fele annyiba kerül majd a világítás költsége, de a halogén lámpák jelentősen behatárolták a lehetőségeket is. Tudni kell ezekről a fém halogén lámpákról, hogy kikapcsolás után 10-15 percig ez nem kapcsolható vissza, addig még teljes mértékben le nem hűl. De ez nagy mértékben befolyásolta nekünk a rendezvényeinknek a menetét. Tehát nem tudunk különböző sötétítéseket, újra fölkapcsolásokat csinálni, és ez nem csak a jégkorong mérkőzésen, hanem mindenféle más rendezvényről is szól. A LED világítással mindez megoldódik, de különféle látványelemek beépítése is a tervekben van. Ezzel a következő szezontól a jégcsarnokban megrendezett események színvonala is emelkedik majd. A világítás korszerűsítése csaknem 30 millió forintba kerül majd. Kicserélik a jégcsarnok hő- és füstelvezetését is. Ez csaknem 70 millió forintos beruházás lesz. 2018-19-es pályázat, ezt nekünk az idén június 30-ig el kell számolni, tehát ezeket el kell végezni, és van még egy harmadik nagy beruházás, ami ugyancsak a jégcsarnokot érinti közvetve, ez pedig a teljes öltöző rekonstrukció, tehát emiatt is nem tudnánk kiszolgálni a vendégeinket, ha tovább tartanánk ezt, mert nincsen öltöző. A teljes vízes blokkot is kicserélik az öltözőben. A TAU pályázat teljes önrészét, ami 42 millió forint, az önkormányzat biztosítja. A jégcsarnok felújítására 3 hónapjuk van. Július 29-én ugyanis újra nyit a pálya.